Napról napra jobban van a horvátországi autópályán balesetet szenvedett család. Az őket kezelő orvos exkluzív interjút adott az M1-nek. Azt mondta, várhatóan teljesen felépülhetnek, és akár egy héten belül is elhagyhatják a kórházat. A baleset pontosan egy hete történt, egy horvátországi fizetőkapunál fékezés nélkül nagy sebességgel csapódott beléjük egy BMW. A sofőr vérében háromfajta kábítószert is találtak. Csak nem egy hétig kezelték ezen az intenzív osztályon azt az újvidéki teniszedzőt, aki családjával egy hete szenvedett balesetet egy horvát autópályán. A férfit életveszélyes állapotban vitték a zágrábi kórházba. Az orvos az M1-nek elmondta, az erős ütéstől eltört az arccsontja, fej- és mellkasi sérülései is vannak. A törött bordái belső vérzést okoztak, és egy csigolyája is megsérült. Egy ideig mesterséges kómában tartották. Az apánál továbbra is jelen vannak az agyrázkódás következményei, sokszor elfelejti, hogy mi történt, és valószínűleg erre később sem fog pontosan emlékezni, fogalmazott az orvos. A horvát származású édesanyát is komoly mellkasi sérülésekkel szállították kórházba. Először két külön klinikára kerültek, mostanra azonban mindhárman együtt vannak. A nő állapota napról napra javul, már látogatóba is jár a férjéhez. A kisfiú is egyre jobban van, bár lábtörése miatt még ágyhoz kötött, már jókedvű és rajzfilmeket is néz. Mindhárman kommunikálnak, már nem szorulnak intenzív ellátásra, jelenleg a kórházosztályain gyógyulnak. Abban bízunk, hogy egy héten belül elhagyhatják a kórházat, és maradandó következmények nélkül megússzák a balesetet, fogalmazott Szlobodan Mihályevics. Az Ausztráliában élő család múlt hét csütörtökön Budapestről indult el Zágráb felé. A tervek szerint a horvát tengerparton nyaraltak volna, de útközben baleset érte őket. Egy 35 éves horvát férfi nagy sebességgel, fékezés nélkül csapódott beléjük, amíg ők a Szent Iván Zelinai fizetőkapunál várakoztak. Mostanra kiderült, a balesetet okozó férfi drog és gyógyszerek hatása alatt állt, vérében drogkoktélt, vagyis háromféle szert is találtak. Amfetamint, diazepámot és a köznyelvben ginaként ismert GHB-t. Szép kis kombó, azt kell, hogy mondjam. Zaher Gábor toxikológus az M1-en arról beszélt, ez életveszélyes kombináció, amitől a sofőr magabiztosnak és erősnek érezhette magát. Stimulánszer, pörget, erős vagyok, bátor vagyok, pupillám kitágul, meg mindent meg tudok oldani, nem érdekel az, hogy tulajdonképpen vannak előttem, meg tudom előzni, nem tudok megfelelően reagálni a környezetnek az ingereire. Ozren Emmet szombaton este vették őrizetbe a hatóságok. A rendőrségi kihallgatása során azt mondta, nem emlékszik a baleset körülményeire, de sajnálja, ami történt. Az üggyel foglalkozó bíró hétfőn elrendelte a férfi vizsgálati fogságát, amely 30 napra vonatkozik, fogalmazott az illetékes bíróság helyettes szóvivője, aki hozzátette, erre azért is szükség volt, mert fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított megismétli a bűncselekményt. A férfi büntetlen előéletű, de régóta küzd drog problémákkal. A tragédia előtt két nappal jött haza egy elvonó kúráról, ahol két hónapot töltött, és a tervek szerint tovább folytatta volna a kezelését. Zágrába azért indult, hogy kiszakadjon abból a környezetből, ahol a problémái elkezdődtek, csak hogy útközben balesetet okozott. Az eset az egész régiót megrázta. A horvát sajtóban felmerül a kérdés, hogy a drogfüggő férfit miért nem tiltották el a vezetéstől, és kezelése után miért nem vették el tőle vezetői engedélyét.